ezzel a kisfémjével toborzott jegyvizsgálókat a közelmúltban a MÁV, a mindenki által csak kalauszként hívott dolgozók munkája változatos, ugyanakkor nem fenékig tejfel. Egyre többen bántalmazzák őket, ami összefügg az elmúlt időszakban kötelezővé vált maszk használattal. Ez ugyanis egy újabb konfliktus lehetőséget teremt köztük és az utasok között. A támadások kivédésére nemrég napi közel 250 vonaton tették a jegyvizsgálók öltözetének elengedhetetlen részévé a testkamerákat, amelyek rögzíthetik az ilyen eseteket. Néhány hete a megyéből a főváros felé tartó utazók is találkozhatnak mobilkamerát viselő kalauzokkal. Budapest elővárosában napi 250 vonaton mindenképpen hordaniuk kell a jegyvizsgálóknak a testkamerákat, és ezeknél a vonatoknál nem az ő szabad döntésük lesz az, hogy a szolgálat elején felveszik-e ezt a kamerát, vagy nem. A térség utazóit esetleg annyiban érintheti, hogy Szolnok és Budapest között lesznek olyan jegyvizsgálók, akiken mindenképp lesz testkamera. A tervek szerint évvégéig a Záhonyba közlekedő vonatokon is lesznek testkamerás vasutasok. Azt, hogy mikor és mely vonalakon muszáj viselniük a kütyüket a kalauzoknak, célzottan választják ki. Nagyon egyértelműek a statisztikák, ezek segítenek abban, hogy megelőzzük a további bántalmazásokat. A jelenleg rendelkezésre álló kamerákat úgy osztottuk be, hogy azokon a vasútvonalakon, azokban az időszakokban és azokon a vonatokon kell hordani a jegyvizsgálóknak, ahol korábban már volt bármilyen, akár csak egy szóbeli bántalmazás, atrocitás. Korábban a jegyvizsgálók saját döntése volt, viselnek-e testkamerát. A tapasztalatok szerint ugyanakkor nagyon hatékony eszköznek bizonyult ennek alkalmazása a bántalmazásuk megelőzésében. Mi 2018-ban 123, tavaly pedig 70, idén eddig már csak 48 esetben bántalmaztak kalauzt szolgálat teljesítés közben, elsősorban egyébként a délutáni és éjszakai órákban. Az elkövetők 80%-a menetjegy nélkül, érvénytelen vagy átruházott jeggyel akart utazni, vagy ittas volt.